Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hornyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem hallgassák meg dr. Jancsák Csabát, szegedi ifjúságkutatót, a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Felelősségvállalás Kompetencia Központ szakmai vezetőjét. Dr. Jancsák Csabával a Magyar Tudomány ünnepe program sorozatban megrendezett ifjúságügy, új kihívások és válaszok című konferenciával kapcsolatban beszélgettünk, melyet a Szegedi Tudományegyetemen rendeztek meg. Nemrég megrendeztetek egy ifjúságügyi konferenciát, ahol te is előadtál. Miről szólt ez az előadás, és milyen apropóból került megrendezésre az ifjúságügyi konferencia? Az ifjúságügy új kihívások és válaszok nevet viselő konferencia ebben az évben 11. alkalommal került megrendezésre a Szegedi Tudományegyetemen, illetve a Szegedi Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottságában. És ennek a konferenciának az érdeklődésének a krédójában az áll, hogy olyan új információkat, olyan új ismereteket mutassanak be az ifjúsággal foglalkozó szakemberek. Ezek kutatási eredmények, a valós életből, a hétköznapi gyakorlatból vett tapasztalatok, amelyek a legmodernebb, a legkorszerűbb ifjúságügyi kihívásokra jelennek meg válaszként. Ezen a konferencián tehát nem csak ifjúságkutatók, szociológusok vagy politológus kutatók adnak elő, hanem olyan ifjúságügyi szakemberek is, akik például kormányzati háttérintézményben fejtenek ki munkát, avagy civil szervezetek vezetőiként, és természetesen olyan pedagógusok is, tanárok is jelen vannak, akik a 15-29 éves korosztállyal foglalkoznak, ennek a korosztálynak az életvilágát, az életét támogatják. És ennek a konferenciának az első és legfontosabb szempontja, hogy a munkaformájában a diskurzust hangsúlyozzuk. Tehát nem csak egy oldalú ismeretnyújtás történik, nem csak az előadások, hanem az előadásokra válaszok, kérdések, viták, és mindez után pedig egy szakmai műhely munka, egy szakmai workshop következik. Az ifjúságügyi szakmán belül több téma is ezek szerint felmerült. Te melyik témában tartottál workshopot? Alapvetően a konferencia ebben az évben három tematikával zajlott. Délelőtt a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Felelősségvállalás Kompetencia Központjának, ez a Szegedi Tudományegyetem által 2022 tavaszán létrehozott olyan kutatófejlesztő központ, egy olyan szervezeti egység, amely az egyetemnek a társadalmi innovációs szerepét kívánja erősíteni két témában, két tématerületen. Az egyik az a roma és hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, a másik pedig ezt interdisziplináris családtudományi kutatóközpontnak hívjuk, ez pedig a családügynek a tágabb kereteiben végez kutatásokat, és tesz javaslatokat különféle beavatkozásokra, fejlesztésekre. Részben maga a Szegedi Tudományegyetem számára, tehát hogy hogyan tud családbarát munkahely kihívásoknak megfelelni a Szegedi Tudományegyetem, amely idén ismét elnyerte ezt a címet, ez nagy büszkeségünk. Természetesen sok kolléga az, aki ennek a cím elnyerésébe, ez a cím elnyeréséhez hozzájárult és hozzáadott értékkel rendelkezik, tehát ez nem csak a mi kutató intézetünknek a eredménye, hanem a sikere, hanem az egész Szegedi Tudományegyetemé, beleértve az egyetem vezetését, amely komoly és értő támogatója a családbarát intézkedéseknek, a családbarát szemlélet formálódásának az egyetemen, beleértve azokat a kollégákat is, akik az egyetemi hallgatókkal
foglalkoznak ilyen tématerületen, és nem csak a pedagógus képzés, tanárképzésnek az oktatói, hanem különféle olyan segítő területeknek a tanáraiként, munkatársaiként, akik ezt a családbarát szemléletet hordozhatják majd a későbbi sikeres életpályájuk, a nagybetűs élet során. Tehát tulajdonképpen Szegedi Tudományegyetemnek majd 30 ezer hallgatója érintett ebben a témában. De azt kell mondanom, hogy ennél sokkal tágabb volt a konferenciának az értelmezési tartománya, mert azután, hogy a délelőtti szekciókban a párválasztás, családalapítás, a délalföldi roma fiatalok életvilága, az internetaddikció jelensége, vagy az állampolgári mentalitáskultúra a fiatalok körében tématerületeit érintettük, hogy csak egy néhányat kiemeljek a délelőtti 6 előadásból. A délutáni szekcióban pedig olyan ifjúságügyi fejlesztéseket, innovációkat mutattunk be a konferencia keretében, amelyek nagy a fiatalságnak, vagy az ifjúságnak nagy tömegeit érik el, és fejtenek ki hatást. Szóval azon túl, hogy a konferenciának a délelőtti szekcióban az ifjúság világát napjainkban kutató, vizsgáló olyan projekteknek, olyan kutatási projekteknek a bemutatása történt, amelyek mélyebb információkat szolgálnak arról, hogy hogyan vélekednek a mai magyar fiatalok, mi az értékorientációikat, mi jellemzi, mik a problémáik, mit tartanak nagy kihívásoknak. Ugye ez referált a konferencia címére is. A délutáni szekcióban, ezek után pedig, és ezzel szoros összefüggésben, olyan ifjúságügyi fejlesztéseket, olyan megvalósult ifjúságügyi társadalmi innovációkat mutattak be az előadók, amelyek ezekre a napjaink fiatalságát érő problémavilágra, ezekre a kihívásokra egyfajta válaszként fogalmazódtak meg, és így kerültek kidolgozásra és üzemeltetésre. Elsőként a délutáni szekcióban Radomszky Lászlóné, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkára tartott egy előadást a civil szerepekről, és ebben árnyalta azokat a gondolatokat, hogy mi az a hozzáadott érték, amellyel a társadalmi felzárkózás területén a civileknek feladata, küldetése, szerepe és lehetőségei és vannak, és mik azok a kihívások, amire ezek választ jelentenek. A közösség ereje, a közösségek fejlesztése, az éltető kapcsolatok fejlesztése terén például. Őt követte Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványnak az elnöke, aki most már én úgy gondolom, hogy az egész ország számára ismert Erzsébet táboroknak a működtetéséért, vezetéséért felelős. És ő az, aki a munkatársaival, az Erzsébet táborok által elért és fejlesztett, és értéktelített módon nevelt, tehát az érték szocializáció hétköznapi megvalósulásával, ugyanakkor pedig oldott és kötetlen körülmények között élménypedagógiai módszerekkel nyári táborozások során tartalmas
és értékes szabadidős tevékenységet nyújtanak a magyarországi hátrányos helyzetű gyermekeknek és fiataloknak az Erzsébet táborokon keresztül. Hornyák Tibor az Erzsébet táboroknak a fejlesztéseit, a felújításait mutatta be, illetve a programját és a táboroknak a misszióját, a küldetését, ugyanis a legutóbbi néhány évben egy óriási fejlesztési program történt az Erzsébet táborokban, Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivóban, ott is van egy Erzsébet tábor, és ezeket a táborokat a magyar állam kormányzati támogatással én azt gondolom, és ez rajzolódott ki az elnök úrnak az előadásából is, hogy szokták mondani, magas minőséggel és magas biztonsággal, tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy olyan minőségű szolgáltatásokat tud nyújtani az Erzsébet táboroknak a rendszere, amelyre hát ugye korábban azt mondtuk, hogy európai színvonalú, de én azt gondolom, nem erős, nem túlzó az az állítás, hogyha azt mondom, hogy messze meghaladja ezeknek a tábor, az európai táboroknak a nívóját, nem csak az infrastruktúra, meg a kubatúra, tehát hogy az épületeknek a megújulása, a felújítása és a belső építészet, meg a különféle műszaki újítások által, hanem tartalmilag is. Nyugodtan állíthatjuk azt, és az elnök úrnak az előadása az erre volt egy bizonyíték, hogy az Erzsébet táborok egy nagyon-nagyon jelentős ifjúságügyi fejlesztés. Ugyanilyen jelentős ifjúságügyi fejlesztő tevékenység folyik Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál és az Ágota Alapítványnál, amelynek vezetője Kotenci János kollégánk, aki a magyarországi gyermekvédelemben tevékenykedik sok évtizede, és nyugodtan mondhatom, hogy a konferenciánknak az egyik legkomolyabb szakembere volt, nem csak a tevékenysége, hanem az előadásában bemutatott a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak a küldetését, a hétköznapi praxisát, tehát hogy hogyan valósítják meg a feladatokat, illetve azt, hogy ezen feladat ellátás közben milyen új kihívások jelennek meg, milyen új sebezhetőségek jelennek meg, milyen új kihívások jelennek meg. És őt követte, tehát az Ágota programról és a Kaspen módszerről szóló előadást követte Mészáros Ferenc előadása. Mészáros Ferenc a Szegedi Keresztény Róma Szakkollégium vezetője, és a Magyarországi Róma Szakkollégium hálózatnak az egyik vezetője, és ő pedig a roma szakkollégiumoknak, és specifikusan pedig a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumnak az életvilágát mutatta be, illetve arról beszélt, hogy a kollégiumnak milyen pedagógiai programja van, és ez a pedagógiai program, ez milyen hozzáadott értéket képvisel a szegedi felsőoktatásban, tehát a Gáth Ferenc Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen nevelődő, formálódó, leendő értelmiségnek, tehát a mai egyetemi hallgatóknak az egyetemi életútjához. Én azt gondolom, hogy ez a két szekció, a délelőtti, amely a kutatási eredményeket, a problémavilágot tárta fel, illetve a délutáni, amely pedig a válaszokat fogalmazta meg, és a megvalósítás, a hétköznapi megvalósításról is foglalatot nyújtott, abban csúcsosodott ki, hogy mindez után pedig egy szakmai workshop keretében történt az eredményeknek, és a feltételezhetően majd megjelenő új problémáknak, hiszen erre is készülni kell az ifjúság ügyben, a feltárása, a megbeszélése, vagy felvetése,
még akkor is, hogyha ilyen hipotetikusan történik mindez, hiszen ez a szakterület az ifjúságügy az a szakterület, amely éppen az ifjúsági korosztály miatt, tehát ugye értjük ez alatt a magyarországi 15-29 éves korosztály, de ennél sokkal tágabb maga az ifjúságügynek a célközönsége, mert tulajdonképpen a születéstől kezdődik, már egészen kis gyermekkortól a fogyasztói társadalomnak a megbecsült tagjai vagyunk, tehát mindenféle ajánlatokat tesztek már a kapitalista vállalatok, cégek az egészen pici gyerekeknek, például egy életbiztosítást. És ugyanakkor pedig 29 éves kor fölött is, később is beszélhetünk az úgynevezett kitolódó felnőtté válásnak az időszakáról, amelyet a szakirodalom posztadolescenciának jelöl meg. Azért is fontos ez a konferencia, amelyet most 11. alkalommal rendeztünk meg itt a Szegedi Tudományegyetemen, és szeretném hangsúlyozni, hogy ezen a konferencián nemzetközi léptékben például előadás hangzott el az európai fiataloknak az értékorientációjáról is, de ugyanakkor nem csak nemzetközi léptékben beszélünk, hanem a hazai kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények szakemberei, szakmai stábja és kutatói is jelen vannak. Ez évben is így történt, jelen voltak Budapestről, Debrecenről, Pannon Egyetemről, Pécsi Egyetemről kollégák, és ez azt jelenti, én úgy gondolom, illetve a konferenciának a igencsak nagyszámú résztvevő létszámából és a részvők által megfogalmazott kérdésekből és hozzászólásokból is az rajzolódott ki előttem, hogy napjaink világában, napjainkban, amikor egy ilyen instabil társadalommal élünk, abban az értelemben, amit Illyes Gyula úgy fogalmazott meg, hogy billegő lábú asztalon nehéz verset írni, számos olyan hatás éri a felnőtt világot, a magyar társadalmat, amely jelentősen befolyásolja a fiataloknak az életvilágát is, mert hogy a fiataloknak a referencia kerete az pont az a világ, amiben vannak, és abból a világból egy ilyen szivacs-szerűen felszívják a tapasztalatokat, átértelmezik a baráti közösségnek a szűrőjén keresztül, és ebből alakítják ki a saját vélekedéseiket, meg a cselekvés mintáikat is. És azok a kihívások, amik itt megjelentek a 21. század elején, tehát napjainkban Magyarországon is megjelent, ezek a globalizációnak a kiterebélyesedéséből adódik, nagyon erős a fiataloknak a gondolkodására a globalizáció behatolási szintje, hogy ez a különféle ilyen infokommunikációs technológiákkal, tehát a kütyükkel, ahogy szoktuk mondani, hogy okostelefonok és stb. Ezeken keresztül tulajdonképpen a világnak a részeivé váltak a fiatalok. Ezzel az is kirajzolódik persze, hogy a magyar fiataloknak éppen ugyanolyan problémái vannak a saját társadalmi státuszukból eredően, mint a nyugat-európai fiataloknak. És mik ezek a problémák? Hát egyrészt ugye a különféle gazdasági válságjelenségek, aztán a migrációs áramlatok például, és a hagyományoknak, a kultúrának tulajdonképpen az értékvesztése, ami azzal függ össze, hogy a fogyasztói kapitalizmus azokat az értékeket bomlasztja meg, amelyeket mi szociológusok úgy hívunk, hogy transztörténelmi értékek, ezek azok az értékek, amelyek generációról generációra kerülnek átadásra, úgy is mondhatnánk, hogy tradicionális értékek. Mások ezeket európai értékeknek hívják, vagy a zsidó-keresztény kultúrának az értékeinek. Ilyenek a szabadság, ilyen az empátia, a szolidaritás, a család intézménye, a másikra való odafigyelés. Tehát ezek azok az alapvető értékek, amelyek az embereknek a cselekedeteit irányítják. És napjainkban egy olyan globális jelenség rajzolódott ki, amely szerint ezek az értékek, hát mondok rá egy példát,
elromlott a mosógéped, vegyél egy újat, elromlott a telefonod, hát dobd ki és vegyél egy újat, mondja a kapitalizmus, elromlott a házasságot, hát vegyél egy újat. Na most természetesen ez egy nagyon hamis álláspont, az emberi kapcsolatok azok energiát igényelnek, az emberi kapcsolatok azok odafigyelést, empátiát igényelnek, ugye akkor tudok én létezni boldog emberként, hogyha létezel te, és ez csak akkor tud megszületni, hogyha én hajlandó vagyok arra, hogy az én, az egómat, az individuumomat egy picit hátrébb húzzam azért, hogy létezzen egy párkapcsolat, vagy létezzen egy közösség. De most a jelenlegi fogyasztói kapitalizmus pedig éppen ennek az ellenkezőjét állítja, csak te vagy a fontos, senki más nem fontos. Tehát az egyes embernek az egyénisége, a személy, az egyes személyiség, az individuum kerül a centrumba, és minden más ehhez képest csak másodlagos. Ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás, mert ebből adódik az, hogy egyrészt a közösségek, egyes közösségek válságba kerülnek, másrészt pedig, ugye, és itt a Covid generációkról is beszélhetünk, a közösségek hiánya is jellemzi a fiatal korosztályokat, amelynek pedig komoly következményei vannak a párkapcsolatra és a családalapításra és a későbbi boldog életre, hiszen a közösségek azok nem csak értelmező közösségek, tehát átszűrik a külvilágot és segítenek az külvilág értelmezésében, hanem éltető közösségek is. Amikor az egyes ember válságba kerül, vagy egy problémával néz szembe, mondjuk, hogy mindenkivel előfordul a hétköznapikban is, hogy rossz hangulata van, vagy egyszerűen csak szomorú, akkor a közösség az a védő erő, az a védő háló, védő ernyő, amely tovább tudja segíteni a fiatalt, de nem csak a fiatalt, mindegyikünket, tovább tudja segíteni a hétköznapi életnek a nehézségein és gondjain. Úgyhogy ezek a problémák, amelyekkel ez a konferencia foglalkozott, nem csak a szakirodalomból, és nem csak az általunk folytatott kutatásokból eredeztethetően nagyon komoly problémák, hanem, és erre reflektáltak az ifjúságügyi szakemberek is, hogy ők maguk is látják ezeket, és keresik a megoldásokat, ezeket a megoldásokat tesztelik, vizsgáljuk közösen, és keresjük közösen a megoldásokat. Azonban mindez az ifjúságkutatók és az ifjúságügyi szakemberek összefogásán túl tágabb összefogást is igényel, hogy a fiataloknak a sikeres és boldog felnőtt életbe való átmenete, vagy az odáig elvezetése, kivezettük a fiatalokat a felnőtt létbe, szokták mondani az idősebbek, amikor a gyermekeik már családot alapítanak. Tehát a fiataloknak az értékterített szocializációja és boldog emberi lehet a későbbi felnőtt életben való sikeres és boldog eligazodásához. Nagyon fontos az, hogy ez a formálódás, amit szocializációnak is nevezhetünk, nevelésnek is nevezhetünk, oktatásnak is nevezhetünk, képzésnek is nevezhetünk, ez nem csak a kutatók és a szakembereknek, a fejlesztőknek az együttműködéséből, hanem széles társadalmi összefogást is igényel, beleértve a kormányzati intézményeket, beleértve Magyarország kormányát, és beleértve a legfontosabb primer csoportot, a családot. Tehát ennek a négy félnek, az államnak, a szakmapolitikának, a szakembereknek, mármint a fejlesztő szakembereknek, és a kutató szakembereknek, és a családoknak az összefogása szükséges, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a következő generáció is boldogan élje majd későbbi nagybetűs életét, de a jelenlegi ifjúsági életszakaszát is, gondolok itt mondjuk az állami gondoskodásban élő, vagy a hátrányos helyzetű fiatalok esetében megvalósított felzárkóztató és támogató folyamatokra, de általánosságban a magyarországi gyermek és ifjúsági korosztályok szempontjából is ezen együttmunkálkodás és összefogás ez nélkülözhetetlen. Dr. Jancsák Csabát hallhatták. Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. Dél Magyar Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.